A karcagi református egyházközség volt a házigazdája a Magyar Református Presbiteri Szövetség 18. Kárpát-medencei konferenciájának. A Hitünk és Hiedelmeink címet viselő négynapos tanácskozás 2012. június 22-én délután közös áhítattal kezdődött a Varró utcai gyülekezeti házban. Legelőször is hát engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem Karcagváros minden lakosát, aki nézi ezt a riportot majd. Ami a találkozónak, a konferenciánk célja, az egy olyan periódikus konferencia sorozat részének a megtartása, aminek ez most már a 18. alkalma. Mindegyiket úgy hívjuk, hogy nemzetközi, vagy másképpen Kárpát-medencei konferencia, mert ezekre a presbiteri konferenciákra nem csak magyarországi, hanem határon túli magyar református presbitereket is meghívjuk. Ezeknek a konferenciáknak változatos a témaköre és a célja. Olyan kérdéseket próbálunk egymás előtt megvitatni, megfogalmazni, amelyek nem csak magyarországi, hanem határon túli presbitereinket is foglalkoztatják. Az idei konferenciánknak az a címe vagy témája, hogy hitünk és hiedelmeink. Nagyon sok olyan jelzés érkezik gyülekezetekből, egyházkerületekből, hogy a református emberek között sok olyan tévhit, babonaság nyert teret, amik ellen jó lenne küzdeni. Mi reformátusok a Biblia alapján állva és a Szentírásban lévő kijelentések alapján szeretnénk, ha mindenki meg tudná ítélni, hogy az a hiedelem, vagy babona, vagy szokás, vagy olyan elképzelés, amelyik nagyon sok emberben gyökeret vert, hogy helyese, vagy a Biblia szerint ez nem helyes és kerülendő. És a kerülendő, mi a lehetősége annak, hogy ezeket valahogyan kiküszöböljük az életünkből, mert nem lenne jó, hogyha az életünket ezek határoznák meg, és ezek szabályoznák. Szó lesz az okkultizmusról, szó lesz a különböző babonákról, amelyek hát nagyon sok esetben a hivatalos médián keresztül jutnak el az emberekhez. Azok a műsorok, amelyekben különböző ilyen ezotérikus dolgokat próbálnak propagálni, ezek táplálhatják azokat a tévhiteket, amelyek gyökeret vertek nagyon sok emberben. És emellett pedig, hogy mi szeretnénk ezekre rávilágítani, és ezek ellen a harcot hirdetni és erősíteni, arról is szó lesz ezen a konferencián, hogy mi a református önazonosságunknak az ismérve. Mi az, amit mi igazán hiszünk? Mi az igaz hit? Mi az, amit úgy tartunk, hogy ami ezen kívül esik, vagy ezekkel ellentétes, azok mind valamilyen módon a hiedelmek körébe tartoznak. Hát ezek azok a kérdések, amikkel szeretnénk foglalkozni, nem csak előadók meghallgatása útján, hanem holnap is, holnap után is olyan úgynevezett kis csoportos beszélgetéseket tartunk, amelyekben szeretnénk, hogyha a meghívottak, a résztvevők saját véleményüket is elmondhatnák, akár pro, akár kontra, tehát olyan megnyilatkozások is lennének, hogy náluk az illető gyülekezetében mennyire terjedt el ez vagy az a hiedelem, hogyan vesszük fel a harcot idegen, nem keresztény vallások vagy felekezetek terjedése ellen, és az is, hogy hát ha tudunk segíteni nekik, ajánlva irodalmat, ajánlva olyan szövegeket, amelyek ebből kimozdíthatják őket. A megjelentek az egész Kárpát-medencei reformátusságot képviselték. Körülbelül 40 egyházközség, összesen több mint 150-en jöttek el, és aminek nagyon örülünk, hogy vannak egyházközségek Szlovákiában, Erdélyben, Királyhágó melléken és Kárpátalján, akik szintén képviseltetik itt magukat.
A konferencia megrendezéséért több város is versengett, mondja Koncz Tibor, karcagi vezető lelkipásztor, e versengés végén dr. Széke István és Szentesi Lajos főgondnok támogatása nyomán lett az itteni gyülekezet a házigazda. Minden évben van egy Kárpát-medenceinek nevezett presbiteri találkozó, és ebben az esztendőben azért került ránk a sor, mert több város versenyzett, Miskolc, Debrecen, Budapest, és kitűnő főgondnokunk Szentesi Lajos bent van az elnökségben, emellett dr. Széke István támogatta ezt az egészet, akinek Karcagon van több érdekeltsége, és természetesen meggyőződésem, hogy a magának a városnak a jelentősége, a városnak a közéletben, a köztudatban betöltött szerepe is arra irányította a döntést hozókat, hogy idén Karcagon legyen ez megrendezve. Mi ezt örömmel fogadtuk, mi ezt úgy vállaltuk és úgy fogadtuk el ezt a megbízatást, hogy ilyen nem sokszor adódik az életben, hiszen ahogyan szarvas a Kárpát-medence állítólagos mértani középpontja, nem vagyunk messze, miért ne lehetne az ország szívében, a Kárpát-medence szívében megtartani ezt a konferenciát. Tehát igazából ez volt az irányulás, hogy itt végül nálunk legyen megrendezve ez a szép konferencia. A tanácskozás lényege a mindennapokban egyre érezhetőbben előtörő hiedelmekkel szembeni fellépés és a református hit ismérveinek megfogalmazása. Legyünk nyitottak és legyünk tisztában a helyzettel. Az, hogy mi egy kis zárt burokban élnénk és azt gondolnánk, hogy mind magán az egyházunkon belül, mind pedig általában a magyarságnak az életében van a kereszténység, van a reformátusság például, és van a nem kereszténység, akkor nagyon nagy tévedésben lennék. A kettő között óriási az átmenet, mondhatnám, hogy a fekete és a fehér között a legtöbb a szürke. Tehát az egyházon belül és a mi reformátusságunkon belül is nagyon sok az olyan félreértés, az olyan információ, az olyan gyakorlat, amire mi azt mondjuk, hogy eltérés, eltéveigés. Rakjuk tisztába, és itt gyülekezeti őrállókról van szó, olyanokról, akiknek ezt ki kell mondani, hogyha egy adott gyülekezetben látnak valamilyen téveigést. Másrészt a szekuláris világban nagyon sok embernek van valamilyen elképzelése az egyházról, a vallásról. Akkor megint rakjuk helyre a dolgokat. Mondjuk ki, hogy nem úgy van. Mert a tévében, meg a különböző médiumban mindig ott van, hogy nem az az igaz, ami a Bibliában van, hanem, és akkor jönnek a titkos tudás, a titkos információnak a bemutatása. Mi azt mondjuk, hogy ez az igaz, és ebben megerősítjük önmagunkat, és egyúttal vállaljuk azt a szent küldetést, hogy ezt képviseljük kifelé. Tehát igazából ezért van erre szükség. Jól látták a programot szervezők, hogy erre nekünk most ebben a korban égetően szükségünk van, hogy tisztázzuk a dolgokat. Egyházmegyénk esperese szerint az emberek manapság valóban egyre több hiedelemben hisznek. Ezek ellen a református egyháza kezdetektől felvette a harcot. Én azt gondolom, hogy a mai világunkban nagyon sok hiedelem van, nagyon sok mindenben kezdenek bízni és reménykedni az emberek, és bizony nagyon sokszor rá kell döbbenniük arra, hogy azok a hiedelmek, bizodalmak, elvárások bizony nem teljesülnek, nagyon hamar semmivé válnak. Református egyházunk mindenkor küzdött a különböző hiedelmek, babonaságok ellen, és mondjuk ez itt a nagykunságban mindig egy elég eredményes küzdelem volt, mert a nagykun emberről sok mindent el lehet mondani, de azt nem lehet elmondani, hogy nagyon babonás lenne, hogy hiedelmekbe élné le az életét. A nagykunsági reformátusok mindig is elég öntudatos emberek voltak, akik két lábbal álltak ezen a földön, és határozottan tudták azt, hogy honnan jönnek, hová tartanak, és mit kell nekik ebben a földi életben megvalósítaniuk. Én azt gondolom, hogy akik ide ellátogatnak hozzánk a Kárpát-medence minden részéből, nagyon hasznos lesz, ha megismerkednek a nagykun embernek a jellegzetes életfelfogásával, életstílusával, és legfőbbképpen a református keresztény hitével.
A hiedelmekkel folytatott küzdelemben a presbitérium az elmúlt évtizedekben meghatározó szerepet kapott. Egy presbitériumnak meghatározó szerepe lehet ezekben a hiedelmekkel való küzdelemben, hiszen oktatási intézményeket hallhatunk fel immáron a templomnak a falai közül, kimentünk mindenféleképpen sok szolgálattal, oktatással, szociális szolgálattal az emberek közé, és a presbitérium, amely meghatározója volt évszázadokon keresztül a nagykon városoknak, településeknek, hiszen a városok előjárósága, a presbitérium, a gyülekezet vezetése szinte egy az egyben ugyanaz volt. Mindenféleképpen van szavuk és súlyuk arra nézve, hogy jó és helyes irányt mutassanak az itt élő embereknek. És én azt gondolom, hogy Karcagon az elmúlt 20-21 esztendőben önkormányzat, presbitérium, egyházközség és önkormányzat igen jól össze tud fogni a legkülönbözőbb és a legnehezebb dolgoknak a kezelésében is, és gondolom, hogy ebben a hiedelem világban is nagy az egyetértés és az együvé tartozás közöttünk. Az oktatásban a református egyházmegye mára visszanyerni látszik régi erejéből, egyre több intézmény kerül egyházi kezelésbe. Azok közül való vagyok, akik már kevesen vannak aktív szolgálatban, akik 21 esztendővel ezelőtt elindítottuk a református közoktatást újra a nagykunsági egyházmegyében, és elmondhatom, hogy immáron 13 intézményben 4500 diákkal fogjuk elkezdeni ezt a tanévet, amely előttünk áll, a 2012-es 13-as tanévet. A kisújszállási oktatási intézmények közül a legjelentősebb az egykori gimnáziumunknak a visszavétele és az újraindítása. A nagykunsági egyházmegyének három középiskolája volt, a legjelentősebb ugye a karcagi volt, a mezőtúri, a kisújszállási, és gyakorlatilag így az ősi örökséget a nagykunságba helyre tudtuk immáron állítani. Az oktatást több helyen is a református alapokra helyezik. Itt is most már a református oktatás hatékonyabban fog végződni, mint ahogy ez korábban történt kisújszálláson. Az óvodák esetében azonban érezhető, hogy 1946 előtt a református egyház nem nagyon tartott fenn óvodákat. Óvodával a nagykunsági egyházmegyében még nem állunk olyan szinten, ahogy szeretnénk, tekintettel arra, hogy az államosítás előtt, 1948 előtt óvodákat nem nagyon tartottunk fönn. Jelenleg Tiszafüreden, Túrkevén és Törökszent Miklóson tartunk fenn óvodákat, és nagyon építi a mezőtúri gyülekezet is az új óvodáját, már sok millió forintot investáltak bele, hogy a következő tanévtől ott is megindulhasson a óvodai szolgáltatásunk is. Ha az óvodák is megszerveződnek, akkor az óvitól az érettségig református intézményekben tanulhatnak a gyermekek. Ez volt a célunk 21 esztendővel ezelőtt, hogy az emberi életnek egy ilyen szép szakaszába egyháztagjainkat, gyermekeiket, unokáikat végig tudjuk vinni óvodától az érettségig. A Kárpát-medencei presbiteri konferencia résztvevői szombaton a szintén presbiter Varga Mihály minisztert is hallhatták az előadók között, a tanácskozás vasárnap ért véget.